Na, hellóka, üdv mindenkinek! Ez itt a Cségó Overwatch, és most kicsit meg fog változni ez az Overwatch. Nem a rendszert illetően, hanem amit ti láttok, és ahogy én kezelem ezt az egészet. Nos, legfontosabb, a Shift F2-vel felhozzuk ezeket a dolgokat, most nagyok itt a betűk, mert állítgattam néhány dolgot, ez most nem érdekel. A lényeg az, hogy az időket, azokat bebindeltem gombokra, a megállítás, illetve indítás gombokra bindeltem be. A célkereszten állítottam olyan dolgot, hogy most ilyen célkereszt van, ez olyan célkereszt, hogy a középén van egy pont, hogyha letart mondjuk egy helyet falon át, vagy valakit falon át, akkor ugye mindig közepén a pontot kell nézni, hogy hova tart, és körülötte elvileg ilyen négyzetben lesz a fegyvernek a szórása, ami a tényleges szórása a fegyvernek, és ez futás közben kitágul, majd meglátjátok a célkereszten, úgyhogy szerintem folytassuk is. Igen, amikor Digül elfut, látjátok ez a kis négyszögletes. Lelassítom 25%-ra, 50%-ra, 100% alapsebesség, illetve így meg fölgyorsítom. Úgyhogy most így fognak menni az overwatchok. A gránátoknak a hegyét, ahogy repül a levegőbe, az ezt elvileg jelzi. Most nem jelezte. Akkor nem jelzi, bocsánat. A bullet impact az be van nyomva. Meg kicsit nagyobb a HUD. Igazság szerint a legnagyobb HUD, amit be tudtam állítani, amit be lehet állítani. Szóval most megnézzük, hogy ez hogy fog működni. Igen, a falon át tartogat a srácunk. Nem néz ki. Amúgy office-on vagyunk. 12. kör, srácunk az T, és 8-at ölt, minden 8 fejlővés volt, nem is olyan rossz. És nagyon fontos dolog, majd mindjárt mutatom, hogyha közelebbi action lesz, vagy ha közelebb jön hozzá valaki, erről a megállítás, illetve tehát megállítás, illetve indításról itt Overwatch-ban. Hát, ez nem jött össze. Mégpedig azt, hogy mennyire késik maga az Overwatch. Mert amúgy nagyon késik. Nézzétek csak meg, a CT hol van. Megállítom. Elmegy onnan, látjátok? Megállítom, kicsit odébb ugrik. Ez a tikrét miatt van. Ezt mondjuk elég jól letartott a falunát. Tehát ez a tikrét miatt van. Ugye mert 30... Ezt lehetett hallani, de mondjuk mondhatjuk, hogy furcsa, de igazság szerint lehetett hallani. A tükröt kitört, vagy az üveget kitörte, lehetett hallani. Semmi gyanús idáig, csak az a gyanús, hogy 11 lövésből mindegyik fejlővés. Tehát reméljük, hogy így kicsit... Tehát látjátok a négyzetet azon... megláthatta az előbb. Tehát a négyzeten belül szór a fegyver. Tehát hogyha lő, akkor biztos, hogy azon belül fog menni. Látjátok, amikor ugrik, milyen nagyon nagyra kitágul. Ja, látjátok, késsel a legkisebb. Ugye már csak egy helyre tudsz mindig késelni. Meg ilyen dolgok vannak. Hopp, itt jön a CT. Hát mondjuk a CT rálőtt, mert az mondjuk furcsa lett volna, hogy pont akkor kezd el oda tartani, amikor oda jön a CT. Érdekes egyébként, hogy 14 lövésből mindegyik fejlővés volt. Vagy 14 ölésből mindegyik fejlővés volt. Ezt mondhatjuk furcsának eléggé amúgy. Megdobták gránáttal. Ilyen trollkodnak vele a csapattársai. Lehetett hallani, de azért furcsán csak fejrelő még mindig. Ezt elrontotta. Igen, bemegy üvegen, ezt ugye nem kell ecsetelnem, hogy ez alap. Na. Ezt csúnyán letartott a falonát. Ha jól láttam. Ha oda nézne smokehoz, vagy smokon át, akkor is lelőni, akkor nyilván fixen mondanám, hogy VH-s. De idáig aim az
kicsit feltűnöm, hogy a 15 lövésből 10, vagy mindegyik fejlővés, 100% fejlővés. Na nézzük. Aha, rárántott, láttátok? Rárántott az előbb. Rárántott, az aim lesz, mondjuk megadtam volna. Így is, úgy is, de most szereztem bizonyítékot. Igen. Ez aim. Hát, be is nyalta a srácunk. Ez aimozik. Ja, itt vannak jobb oldalak, mert kifutottak, ugye társait előtték, stb. Oké, okay, ezt tudja, meg ugye valószínűleg VH is van az aim mellett. Ezt ugye sose lehet tudni. Lövik hosszúról. Egyet missatul. Hát az nem lett mellé. Igen. Srácunk aimozik. Na, most lesz egy furcsa dolog. Nézzétek csak, most belassítom. Látjátok, megállítom. És kicsit arrébb termett a T, akit lőtt. Nem a, tehát a kamera is kicsit arrébb ment valamiért, ezt nem tudom. De a T is más helyre került, egy nagyon picit arra, merre futott. Vagyis az, tehát az ellenkező irányba, merre futott, ugye, mert a lag. Tehát ilyenkor vissza megállítod. Ez amit való, ez van valójában. Tehát a karakterünket kicsit visszadobja. Majd nem tudom ezt jobban elmagyarázni. Tehát ez az a 64, amit megállítasz, akkor átrakja elvileg 64 tikrétre. Habár ez biztos, hogy nem mondom. De akkor biztos látszik a tikrét is. Igen, molotov megy oda. Hát az meghalt. Ugye ez tipikusan a gránátos pálya, az office. Na, egy kill, amelyik nem heavy volt. Igen. Srácunk az aimozik. Aimoztál te kis rohadék. Na, következő Overwatch. Na, folytassuk is. Itt vagyunk Overpass-on 12. kör. Sejtem, hogy mi lesz. Sejtem, hogy mi lesz. A srácunk, hogy irgalmatlanul laggol. Valamiért. 15-8-ban van, 80%-os fejlővés. Hát és... igen, nem véletlen nézem ugye a padlót. Hát... srácunk megunta azt, hogy buknak. És betolta. Nem sör. Ezt igazság szerint érdemes, nem is, tehát nem is érdemes megnézni, tehát minek. Tudjuk, hogy mi van. Tudjuk az ítéletet. Hősünk meg fog érdemelni, reméljük, hogy bant is kap érte. Úgyhogy jöjjön a következő, ami az utolsó lesz abban a videóban. Nem is tudom, mit válasszak. Hülye buzi. Na, folytassuk hősünk kalandjait, itt vagyunk Cash-en 14. kör, 13-at ölt, 38% fejlővés. Úgyhogy nézzük, amint látom, egy B védő. És most elég szépen ki fogja tolni B-t. Az a flash az mondjuk pont, hogy fölfele pattant. Na mindegy. Utolsó kettő T ott van A előtt, egyik mérve, másik pedig kék ajtóstól fut vissza. És amilyen barom... lehet hallani. Ezt az egyik lehetett hallani, tehát ebben nincs semmiféle. Semmiféle csúnyaság nem volt ebbe. Nézzük a srácunkat. Hát ez az mellé ment. Ez egy sima lövés. Ezt lehetett látni, hogy befut. Rárántja, ki hitte volna. És utolsó is meg lesz neki valószínű. És utolsó előtti, bocsánat. Bomba itt van, annyit lát. Utolsó C, a T pedig nem tudni, hogy hol, de én mondjuk T kezdő vagy A site-ot tippelnék. Megnézik T kezdő tiszta. Tehát valószínűleg tudják, hogy A-site vagy pedig CT-n van már, nem lehet tudni. Már tudják, hogy ott van A-site-on. Ez idődik semmi. Ó, ilyet sem láttam még amúgy. Kettő VP is így helyezkedik B-nél, ez durva. Nézzük, egy T az elbújt itt középen.
Viszont ugye a CT, aki mainben volt, az meglátta. Hősünk nem tudta előni. Nagyon durva. Van ott egy smoke, viszont hősünk elrontotta, mert a smoke alja, ott lehetett látni a lábát. Oké, azt lőtte a hősünk társra. Benn van A, plantól A. Mindent lelőtte mondjuk, hát igazság szerint Z-ből így néz ki mindenki, az ott van fönn csatiba. Hősünk elrontotta és hősünk meg is halt. Na. P90-nel letolja B-t. Ez simán Harbor lövi, ugye a társat lőtte a T-tát, tudhatja, hogy ott van. Az sima hegy, sima mellélövés. Azt még tudhatta volna, mert ugye ott volt Heavenben az egyik társa, és én hallottam egyébként, hogy alatt a trappol, mert én is hallottam, hogy ott trappol. Na mindegy. Jó van, hősünk előtte. Evenőst, ott a másik. Hősünk őt is előtte. Ezt simán lefészelte, meg őt is lefészelték, tehát idáig nem történt ebben a meccsben egy semmiség. Az igen. Jó van. Leautolsó tiszták hősünket, és ahogy látom, kört is hoztak a CT-k. Mind a kettő kört ők hozták. Aha, értem. Itt már volkolt kék ajtó, de valószínűleg meghalott a hősünk, hogy kinyitotta az ajtót. Ugye akkor még gyorsító volt a demo. Bementek ára, 2v4, 2v5 szituáció. Ezt tudják, hogy egyik ott van kocsinál. Másikat már tudják, mert ugye dobál flash meg heget, szóval semmiség ez a meccs. Ez nem volt semmi, ahogy én láttam. Na, ez semmi sem volt. Na, viszont köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, puszi mindenkinek!